Szeretettel köszöntöm az M5-ös csatorna nézőit. A Püspök kenyér című műsort láthatják, annak is a 159. adását. Beszélgető társaim, Kocsis Fülöp érsek metropolita, a Katolikus Egyház képviseletében. Köszönöm, nézik. Isten hozott, és Steinbach József református püspök a Dunántúról, és egyúttal a Zsidat lelkészi elnöke. Magam pedig Fabinyi Tamás evangélikus püspök vagyok. Két témát ajánlunk ma nézőinknek. Az egyik az úgynevezett demográfia kérdése. Milyen Magyarországon a népesség szaporulat, milyen gondjaink, vagy milyen reményeink vannak. A másik pedig ilyenkor szeptemberben a tanév elején, a tanév kezdéshez kapcsolódik. Sokat beszéltünk korábban középiskolákról, kollégiumokról, általános iskolákról, óvodákról. Most arra gondoltam, hogy áttekintjük a felsőoktatás egyházi helyzetét, milyen egyházi intézmények, felsőoktatási képzési lehetőségeink vannak. Az első téma a demográfia. Egy szép bibliai zsoltárral kezdem, a 127. zsoltárban, ezt olvassuk, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméj gyümölcse jutalom. A protestáns fordításban legalábbis így van, lehet, hogy egy picit eltérő a katolikus fordítás, de biztos, hogy a lényeg ugyanaz, hogy mit jelent az, hogy a gyermek az ajándék, és az anyaméj gyümölcse, milyen szép szó már ez is, gyümölcse az jutalom. És mennyiben valósul ez meg a 21. század Magyarországán, és egyáltalán Európában? Talán éppen a idézett zsoltár, ha nem jól értelmezzük, cáfolhatja azokat a vészjósló jelzéseket, amelyek ugye a gyermekáldás hiányát jelzik előre, mert hát ajándék, hát mit csináljuk, az Isten vagy adja, nem adja. De az Isten ajándék azért mindig nagyon függ attól, hogy mi hogyan fogadjuk és hogyan élünk az Isten áldásával. És talán éppen inkább azt mondhatom, hogy megvilágítja ezt a súlyos kérdést, mert ma az Istentől eltávolodó ember az Isten ajándékaitól is eltávolodik. Tehát ne csodálkozunk azon, hogy az Isten áldása nem talál talajt az emberi életünkben, mert bezárkózunk. Tehát valóban Isten ajándék a gyermek, tehát nem lehet produkálni, az ember akármit csinál, nem tud ember gyártani, az Isten ajándéka, és a szerelemnek a gyümölcse, de mégis az, hogy hogyan, tehát biztos, hogy visszavezethető a demográfiai mélyrepülés erre a nagyon fontos tényre, hogy ma az Isten is hiányzik az életünkből, én így látom. Püspök úr, te hogy értelmezed ezt? Nagyon elgondolkodtató volt, amit mondtál, mert ugye ismerünk olyan házasságokat, ahol nagyon szeretnének gyermeket, és nem adatik. És mondjuk hívő családokban azért az is egy hitbeli, lelkiismereti kérdés, hogy a felajánlott segítségekben mely határig, mely pontig mehetnek el. Ugyanakkor az esetek többségében pedig lenne lehetőség arra, hogy gyermek adassék, és sokszor olyan félelemmel fogadják, készülnek rá, főleg, hogyha harmadik, negyedik gyermekről van szó. Pedig öngyönyör az a mondás, ahol az Isten bárányt adott, legelőt is ad hozzá, és valahogy egyrészt ugye a nagy családok felvállalása kikopik, másrészt pedig a gyermekáldás helye egyáltalán a házasságban, a családi életben, mert hogyan egyeztettük ezt össze a munkánkkal, az egzisztenciánkkal, a karrierünkkel, a szabadidőnkkel. És amikor az ember elkezd így mérlegelni, akkor jutunk oda, amit te mondtál, hogy ez egy ajándék, és ezt az Isten akarja adni, szaporodjatok és sokasodjatok, így töltsétek be a földet, de hogy mi magunk hittel készen vagyunk erre az egyik legszebb és legcsodálatosabb ajándékra. A Fülöp által említett mélyrepülés talán azért is van, említette te is egy fél mondattal, mert a nők munkába állása az amúgy pozitív dolog, hiszen azt hiszem, hogy meg kell adni mindenkinek a lehetőséget arra, hogy a hivatásában is kibontakozzon, de ez eleve későbbre teszi az első gyermek születését, és adott esetben a második, harmadik gyermek már talán nem is reális, hogy ezt az ajándékot elfogadják. Itt
két olyan érdek ütközik, amit mérlegelnünk kell, és azért egy picit magunktól is megkérdezem, amikor azt mondtad, hogy az Istentől eltávolodó emberek visszautasítják az ajándékot, hogy azért keresztény családokban is nem tapasztaljuk-e az ellenkezést, az akár a karrier nagyobb fontosságát, vagy bocsánat, de éppen az egyházak is küzdöttek a híveiken belüli úgynevezett egykézés ellen. Emlékeztek rá, hogy évtizedekkel ezelőtt ez mennyire fájó pont volt, hogy bizony református, evangélikus, de talán katolikus családok is egy gyermeket vállaltak, főleg gazdasági okokból. És a papok, a lelkészek mindent megtettek, hogy biztassák a híveiket a gyermekvállalásra, de sokszor kudarcosan. Hát azért nyilván egy sokkal szélesebb távlatba gondoltam én ezt, hogy a társadalomból hiányzik, és a kultúránkból hiányzik az Isten jelenléte, és a gondolkodásunkból, és ezért nem tudunk mit kezdeni az Isten ajándékával, de ha megengeded, egy kicsit belekötök a szavadba, mert ugye azt mondtad, hogy a nők munkába állása is akadályozhatja ezt, mert vajon nem dolgozik az édesanya, aki 2, 3, 4, 5 gyermeket nevel. Tehát ez a szemlélet az, ami mind a mai napig nem segíti a nagy családokat, és hadd legyek egy kicsit kritikus a magyar társadalommal szemben is, mert mind a mai napig a főállású édesanyát nem úgy tekintik, mint ugyanolyan fizetéssel jutalmazható munka, márpedig azért akár nyugdíjat is kaphatna, hogyha valaki és több gyermeket nevel föl. Tehát az a szemlélet kell, hogy széles körben elfogadható legyen, hogy a gyermeket nevelni az egy nagyon komoly munka, óriási felelősség. Na de nem vitatkozunk, de nem veszekszünk egymással, és ez így van jól. Szerintem meg is válaszoltad ezt a kérdést, hogy ha el tudnánk oda jutni, hogy a főállású anyaság az anyagilag is ugyanolyan megbecsült lenne, mint elmenni dolgozni. Teljesen érintett vagyok ebben, hiszen a feleségem a harmadik gyerek után főállású anyaként volt éveken keresztül otthon. Igen. De hát azért, ha zongorázni tudnák a különbséget, hogy igen, mit keresett, amúgy igen, nem nagyon sokat középiskolai tanárként, és mennyit képes, keresett igen, főállású anyaként, azért lényegesen kevesebb volt. Hát nem motiválja ez a jelenlegi rendszer, még Magyarországon sem, ahol pedig tényleg sok mindent megtesz a kormány a gyermekvállalás érdekében, de ezt éppenséggel még így nem tudták. Én csak oldalagosan ismerem, az egyik nővéremnek 8 gyermeke van, és ő is főállású édesanyja volt, de bizony, hát nem ugyanaz, mint hogyha valóban igen, egy foglalkozás vállalkozás. És azért azt nem szólnám lehetesen, ezt akartad nyilván, de ha egy nő hivatásában is boldogulni akar, igen, tehát azért tanárként, művészként lehet-e sorolni, villamosvezetőként, szerintem joga van ennyőnek is munkát vállalni. Ezt nagyon köszönöm, mert éppen ezt akartam hangsúlyozni, hogy ez a másik oldala, hogy egyrészt az anyaság az a legnagyobb munka, szeretetben, odafigyelésben, fizikálisan, idegileg is, és mondjuk 2 gyermek után joggal érzi azt egy nő, egy édesanyja, hogy szeretne visszatérni egy kicsit a munkavilágába, egy picit nyitni. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy egyrészt kellő támogatással térhessen vissza a munkavilágába, és amit abba hagyott, az folytathassa, illetve hogyha újból az Isten ajándékoz neki egy gyermeket, akkor újból nyugodtan elmehessen egy időre, és újból visszatérhessen a munkavilágába. A nőknek joguk van ahhoz, hogy miközben édesanyák, amely az Istentől való legszentebb lehetőség és feladat, emellett nyilván a saját hivatásukban is kiteljesedhessenek, és az a kettő egyébként, ez tényleg nagyon nehéz, és magam is gondolkoztam ezen, mert ugyanakkor a nőknek meg, hogy mondjam, olyan nagy dolog belátni azt, hogy igazából az egyik legszentebb hivatás az, hogy otthon vannak a gyermekükkel, ezt hogyan tudjuk támogatni, és hogy ebben gyönyörűen kiteljesedhet az életük, és eljön majd annak az ideje, amikor visszatérhetnek a munkavilágába, akkor viszont nekünk kéne megteremteni azt a támogatást, hogy anyagilag és teljes bizonyos
alaposággal és biztonsággal tudjanak visszatérni a hivatásukba. Megbotránkoztok-e azon, ha valaki férfiként megy egyesre? Egyáltalán nem. Fülöp? Nem botránkozom meg, mert akkor nem tudom, mit mondnék a fejemre, de furcsa, de láttok rá példát, jó példát természetesen, és adott esetben ez is elfogadható természetesen, de azért mégis azt szeretném mondani a provokatív kérdésedre, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene arra fektetnünk, hogy a családnak, a nagy családnak legyen meg a méltósága a társadalmi gondolkodásban. Uh-huh. Tehát ne csak anyagilag közelítsük igen. meg, és az ott esetben azt hiszem talán akkor indokolhatóbb ez, hogyha a feleség jobban keres valamit, vagy uh-huh. olyan hivatása van, ami indokolja, hogy egy vagy a... Bár tudok példát mondani, épp az egyik lelkész kollégám, most nem fogom megnevezni, hivatásában akart maradni, mert nagyon szereti a lelkész hivatást, ahol azért nincsen túlfizetve, és az egyébként orvos férje, mégpedig egy vezető állású orvos férje ment el egyesre. Uh-huh. Úgy gondolták, hogy ez a lelkészi szolgálat olyan méltósággal jár, és a férj, az orvos azt gondolta, hogy ő egy évig vagy két évig, nem tudom, de otthon van ennek érdekében, hogy a felesége folytassa a hivatását. Illetve az is egy nagy kérdés, hogy hogyan tud egy férfi, egy édesapa besegíteni a feleségének, az édesanyának, hogy közösen történjék ennek a ternek a hordozása, és ahogy értitek, hogy mind a ketten valahol tudnak dolgozni is, és valahol együtt vállalják a családnak a terheit is. Na most szerintem itt kéne a társadalomban valami olyan szerkezetváltozás, hogy ez megvalósulhasson, mert szerintem közös ügyről van szó. Én most nyilvánosan gyónok nektek. Csak nekünk. Között, más nem is értesül róla. Egyszer a feleségem már a harmadik gyerek mellett kérte, hogy akkor így vigyázzak a kicsire, aztán úgy figyeljek a nagyra, és a középsőre pedig amúgy, és akkor kifutott a számon egy borzasztó súnya mondat, hogy mi vagyok én, babysitter? És azt mondta, nem, a gyerekeid édesapja, és nagyon megszégyenültem. Korlatilag világosan elmondtad azt, amire gondoltam, de azért a magunkra visszagondolok. Feleségem nagyon fontos volt az, hogy amíg lehet, a két gyermekünkkel otthon maradjon. És egyébként, hogy mennyire ajándék a gyermekáldás, szerettünk volna többet. És a kettőnél több nem adatott, mert abszolút a nagy család hívei vagyunk, de ő ameddig tudott, otthon maradt. És azért azt el kell mondanom, hogy nagyon nehezen tudta utána felvenni a fonalat. Ez egy külön küzdelem volt, már akkor azért korban előre járt, és egyáltalán nem volt egyszerű munkát találni, úgyhogy ott befogadják, türelemmel legyenek iránta, betanítsák, mert egy ilyen pörgő világban élünk, ahol kőkemény elvárások vannak, és nem tudom, hogy ebbe belefér-e a család, ami óriási probléma. Család, és Fülöp, te említetted a nagy család fogalmát, igen, igen. És éppen itt mennék tovább, hogy mennyire fájdalmas, hogy hiányzik a nagy család, igen. mint adottság, az együtt lakó nagy család, tehát nagymama, rédmama, ahol még természetesebb volt, hogy vigyáztak a gyerekekre, unokákra. Éppen ezt akartam mondani, hogyha a nagy család kaphatná vissza a maga méltóságát, akkor sok minden megoldódna, és talán nem kellene senkinek sem elmenni gyedre vagy gyesre, és a harmadik gyermek érkezését kétszer is említetted. Az egyik munkatársam egy tanulmányt írt arról, hogy a nagyon megdöbbentő és nagyon fájó ez, hogy a családon belüli abortusz leggyakrabban a harmadik gyermeknél történik meg. Mert megijednek a harmadik gyermektől, és meghirdettem már jó pár évvel ezelőtt, lehet, hogy említettem már nektek, hogy minden görögködő családban a harmadik gyermeket én vállalom megkeresztelni. És hányat keresztelsz ilyet? Sokan bejelentkeztek már olyan családok, akiket esetleg nem is ismertem, de kérdezték, hogy igen, és akkor elmegyek, egy szép nagy ünnep. Hát, hogyha ez is tovább vezet ahhoz a gondolathoz, már is adom a szót, ahhoz a gondolathoz, hogy ahol szeretnének további gyereket, ott adott esetben nem ad az Úristen, ahol pedig
nem szeretnének, ott megjönne, de megszakítják a terhességet. Ez egy fájdalmas valóság, és ezért kéne erről morális és egyéb szempontok alapján is beszélni, és nem csak gazdasági szempontok alapján. És én itt érinteném az örökbefogadás kérdését, ami azért egy valós lehetőség, és azt hiszem, hogy egy olyan gyönyörű, szép, példaadó, szeretett kapcsolat alakulhat ki, mindannyian ismerünk a lelkipásztori gyakorlatunkból örökbefogadással kapcsolatos történeteket, amely igazán vigasztaló. Így van. Egyébként református családokban, lelkész családokban, meg különösképpen, ha az úr adott 2-3 gyermeket, utána több helyen, hogy akkor egy negyediket megfogadjunk örökbe, de ez nyilván, hogy ezt el kell kérni, ehhez kell a lelki készség, és egy mondatban még ez a probléma, az a nagy család kérdéshez visszatérve, tehát nem csak a társadalmi presztízsét kéne visszaadni, hanem imádkozni a lelki készségért. Ugyanakkor, amit az előbb említettem, mert higgyétek el, ez óriási probléma, tehát több református nagycsaládot láttam és nyomon kísértem, hogy megadni valahogy a nőnek a lehetőségét, képzeljétek el, hogy 4-5 gyermekkel, de van olyan lelkész család, ahol 10 gyermek van, ott ha a nő egész életében otthon van az édesanyja, annak azért nagyon komoly olyan lelki hozadékai lesznek, amelyek később jelentkeznek az ő életében, hogy hogyan tudnák a nagycsaládot úgy támogatni, hogy valahogy egy ponton a nő is visszatérhessen a munkavilágába. Tehát ezek óriási dilemmák. Testvérek, van egy javaslatom. Egy alkalommal beszéljünk még ennek a témának további elágazásairól, például örökbefogadásról. Nagyon jó. Azt hiszem, hogy ez bátorító lehet sokaknak. És még egy téma ehhez, javaslat, ami a demográfia kapcsán, akkor erről is beszéljünk, hogy nálunk itt a jóléti társadalmakban az a probléma, hogy fogyunk. A világban meg az a probléma, hogy túlnépesedünk, tehát érdemes lenne egyszer erről is beszélni. Kell nézni. Igen. Fogunk ezekről beszélgetni, megígérem nézőinknek is. Témát váltunk, ígértem, hogy a tanév kezdetén most a felsőoktatásról beszélünk. Itt az előzetes beszélgetés során, ahogy itt készültünk az adásra, mondtad, Püspök úr, hogy te a szenátusi ülésről jöttél, én is éppen az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanévnyitójáról jöttem, azért vagyok most a szokásosnál talán egy kicsit ünnepélyesebb öltözetben. Köszönöm, még a keresztet is magamon hagytam. Ott szolgáltam ige hirdetéssel a nyitó istentiszteleten. Nyilván te is... Én is a főiskoláról jöttem egyébként Nyíregyházára. Akkor jól megéreztem. Akkor talán kezd el te, hogy a görögkatolikus, vagy általában a katolikus egyház és a felsőoktatás hogyan ér össze, hiszen ez korán sem volt természetes, mondjuk a rendszerváltás előtt. Igen, most itt a beszélgetésben többnyire a katolikus egyházat kell, hogy képviseljem, de a Római Katolikus Egyháznak, ugye a Pázmánnyal, aztán az Eszterházi Egyetemmel olyan óriási tevékenysége van, arra nem akkor szűkítsük a görögre, görögkatolikusra. A Szent Atanász Hittudomány Főiskolánkban az elmúlt években egy jelentős fejlesztést tudtunk elérni, ahol ugye kezdetén csak a teológiai oktatás volt, aztán a szélesebb körben nyitották ki elődeim még, elődöm Szilárd püspök úr a teológiai elérését, és nagyon érdekes, hogy sokan érdeklődnek iránta, tehát civil hallgatók, felnőttek, idősek is vannak. Tehát korán sem csak lelkészképzés hogyne. És ma már pedig a teológia és mindaz, amit az evangélium, a keresztény élet elénk kínál, sokkal szélesebb spektrumban elérhető, és ezért erre nekünk oda kell figyelni. Mondanál egy pár példát, hogy milyen képzéseitek vannak? Ami most egészen sokakat érdekel és vonz, az az összehasonlító vallástudomány, amit egyébként az Avicenna intézettel és a Zsidó Egyetemmel közösen végzünk, illetve olyan pasztorális képzések, mentálhigiénés képzés, közösségszervezés, amely szintén a mai életnek része, és az evangéliumot nem csak a Biblia felolvasásából vagy értelmezéséből tudjuk továbbadni, hanem ezek a szélesebb szakterületek is hozzásegítenek, úgyhogy ma már ilyen értelemben a mi nyíregyházi főiskolánk is nagyon széles választékot kínál. Nem beszélve a zeneoktatásról, természetesen a kántorszakról, és hát ez, hála Istennek is, ez a fejlődés, fejlesztés elég sokakat vonz, soha nem látott számok viszonylag, ugye kicsi a mi főiskolánk,
de nagy számú jelentkezők vannak. Aztán még, bocsánat, még egy szót, amit én nagyon fontosnak tartok, a pedagógiai képzésnek a továbbfejlesztése, tehát például két szakirányt is indítottunk, organikus pedagógia, illetve a társas pedagógia. Uh-huh. Tehát olyan fejlesztéseket tudunk sok esetben a saját, vagy a környékbeli iskolák pedagógusainak szervezni, amely úgy remélem, hogy sokat fog segíteni majd a hétköznapokban is. Tehát ez egy mesterképzés, egy EMMA képzés, igen, ami ráépül a már meglevő diplomára. Így van. Püspök úr, te egyrészt a Pápai Teológiai Akadémiával vagy szoros kapcsolatban, de zsinati elnökként nyilván ennél nagyobb rálátásod van is, például a Károlyi Gáspár Egyetemre. Igen, akkor röviden, ugye 4 lelkészképző intézetünk van, amelyek egyébként nem csak lelkész vagy teológus szakirányban, hanem hitoktató képzés és egyéb szakok is vannak ezeken. Itt körülbelül 400 hallgatót kell elképzelni a 4 lelkészképző intézetben nappali tagozaton, ugye Budapest-Debrecen, Pápa-Sárospatak, illetve még Kárpát-medencei szinten, plusz még egy ilyen 300 hallgató Komárom és Kolozsvár központtal. Kolozsvár egyébként ökumenikus, tehát az református, evangélikus és unitárius képzés. Van a tartós képzés is Kolozsváron. Igen, de ez egy külön intézményben, igen, de a protestáns teológiai intézet az református, evangélikus, unitárius, de jól de mondott, hogy a feleki is. Igen. És a pápai teológián a tanévnyitő az egy kicsit később lesz, viszont a Károly Egyetem tanévnyitóján szolgálhattam, és nagyon hálásak vagyunk ezért az egyetemért, amely nemrég volt 30 éves, és jelenleg 5 karon 8000 diákot képzünk. Nem tudom, ezeket a karokat soroljam fel, és ezek menetteknek a karoknak számos intézetük van. Tehát a bölcsészettudományi kar, az állam és jogtudományi kar, gazdaságtudományi, egészségügyi, szociális kar, a pedagógiai kar, és itt viszont a budapesti teológiai hittudományi karként része a Károlyi Gáspár Református Egyetemnek, és mi azért imádkozunk, hogy ezek a hallgatók a különböző karokon egyfajta teológiai lelki töltetet is kapjanak a kereszténységet illetően. Na, épp ezt akartam hogy a keresztény kérdezni. Értelmiség, a jövő keresztény értelmisége lehessenek. Ez hogy valósul meg? Mert ez célként logikus, hogy kitűzitek, de a hétköznapokban hogy tudtok esetleg egyetemi lelkészeket, vagy bibliai köröket oda küldeni, illetve szervezni, hogy ez valóban hatékony legyen, hiszen ezek nem hitéleti képzések, hanem világi képzések. És nem is biztos, sőt, egészen biztos, hogy nem mindenki református, sőt, nem is mindenki keresztény, aki jelentkezik, hanem egy jó egyetemi helyet szeretne, de hogyan lehet a hitévesztést segíteni? Van egy kérdésem, segíteni? Hogy a felvételinél például van-e ilyesmi? Nem, a hittudományi karon kívül természetesen nem tehetünk különbséget, bárki, tehát ott az eredményeket kell nézni. De a hittudományi karra csak megkeresztelt emberek mehetnek. Tessék? Hittudományi karra csak megkeresztelt emberek mehetnek, és lehetőleg lelkészi ajánlással. Most természetesen nem megkereszteltet is felveszünk, ha látjuk benne a potenciált, illetve hogyha van hely. Uh-huh. Hát azért általában a többi karra mondod, nem a hittudomány, nem a lelkész képzése. De nem, hát a hittudományi kar az teljesen más. Na, mert ez félérthető volt. A hittudományi kar, annak megvannak a szigorú feltételein, a többi más karra mondtam, a kvázi világi karokra. Tehát a hittudományi karon ott nem, hát ott az elhívást is nézzük természetesen, a belső elhívást, tehát nem csak, hogy megkereszt, hanem református. Ez izgalmas, nekem volt egy vitám a rektorral, mert én azt mondom, hogy teológiára, nyilván nem a papnevelő intézetbe, a teológiára nyugodtan felvehetünk. Ja, hát az már, de az a teológus szak. Igen. Az a teológus szak, az képzésben nem. De én a lelkész képzésről beszélek, igen. Természetesen, ami ennek a karnak azért a 80%-ára jellemző. Most nagyon sokan vannak olyan,
olyanok, akik egyszerűen érdeklődnek a teológia tudománya iránt, ott természetesen mások a feltételek. De most akkor általában a felsőoktatást nézzük, tehát nem a lelkészképzést, hanem az általad felsorolt karokat, vagy nálad is a nem a görögkatolikus egyházzal, a nem lelkészképzési területet, hogy ott hogyan tudunk jelen lenni hitébresztő módon, keresztjén közösséget serkentő módon, milyen ötleteket adhatunk egymásnak. Tamás, bocsáss meg, de előbb egy picit te is beszélj az evangélikus felsőoktatásról, mert mi elmondtuk a magunkét, és kérdezek, aztán... Én tanulni szeretnék tőletek. Nem, akkor most nagyon őszinte leszek. 30 évet mondtál, és én büszke vagyok a Károly Egyetemre, de a szívem mélyén mindig azt érzem, hogy de jó lett volna egy protestáns egyetemet csinálni 30 éve, zárójelbe zárva pont, az őszinteség egyében. Ezért mi maradtunk egy pici kis intézménynél, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, aminek természetesen ma már nem csak lelkészképzési feladatai vannak, hanem tanárképzés, diakóniai képzés, közösségszervezés, mentálhigiéniai és egyéb. Szerintem, ahogy szokott, amíg görögöd is egyházunkkal nagyjából párhuzamos a léptében. Hasonló, igen. És ne vedd ezt rossz indulatú megjegyzéstek, inkább a vágyálom megfogalmazásának. Ez a hajó már elment, de dolgozzunk együtt legalább. Megmondom őszintén, én örülök, hogy nekünk van saját görögkatolikus, és nem csak akatolikus. Püspök úr, kedves testvérem, tudod, mindig indulnak új hajók, tehát soha nem lehet mondani, hogy egy hajó elment. Egyébként annak az okait 36 éve ezelőtt nem is pontosan tudom, fel kéne a egyháztörténeti ismeretemért, mert ez már szinte az eleveníteni. Viszont ez a gondolat egyáltalán nem sértő természetesen. Jó, akkor ezzel a reménnyel fejezzük be. Én folytatám ezt a beszélgetést, de a műsoridőnk sajnos korlátozott. Arra biztató mindenkit, a kedves nézőinket, hogy ha írni akarnak, akkor a püspökenyér@mtva.hu címre írjanak. A Bizony Isten felületen megnézhetik ezt a műsort, és a Vallási Szerkesztőség többi műsorát is. Örülnénk annak, hogyha kommunikáció lenne a műsor szerkesztői és nézői között, ezért minden véleményt nagyon örömmel várunk. Köszönöm nektek a beszélgetést, reménység szerint 4 hét múlva folytatjuk, majd lesz miről beszélgetnünk akkor is. Viszontlátásra!